Mi Mátéval beszélgetünk a Ferencváros Győr mérkőzés után. Hát nem úgy sikerült a ti szemszögetekből, ahogy azt elvártatok, ugye az előző fordulóban egy bravúrt a videóton 0-2-ről sikerült felállnatok. Miben volt más ez a mai mérkőzés? Mi történt a mai napon? Az első félidőben a lehetőségünk arra, hogy esetleg előnyel forduljunk a második félidőbe, és sajnos nem következett, és a második félidőben kaptunk egy elkövető volt, megint az volt, mint a videóton ellen, hátrányba kellett játszani, és sajnos is nem sikerültek azok a dolgok, amik adott esetben a videóton ellen sikerültek. Sok elemző azt mondja, hogy ez amiatt van, mert hogy másképp tudtok pályára lépni hazai pályán Győrben, mint idegenben. Te látsz ekkora ezt a különbséget? Hát mindig az a célunk, hogy előnyt szerezünk, és azt, hogy meg is tartsunk. Tehát általában győzelemben játszunk, úgyhogy nem mondanám, hogy különbség. Rengeteg győri szurkoló jött el a mai napon a találkozóra. Mit várhatnak tőletek továbbiakban a folytatásban? Hát ennél mindenképpen egy folytatást, bízom benne. Egy pontot szereztünk két meccsen, igaz, hogy gyakorlatilag mindenképp rangoló volt. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ez sikeresebb folytatás lesz. Köszönjük szépen, Pátkányban! Köszönöm szépen!